reggeli személy. Kaiser Ferenc biztonságpolitikai szakértő, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem docense a vendégünk. Nagyon szépen köszönjük, hogy itt van. Szép jó reggelt mindenkinek. És Ukrajnával fogjuk kezdeni, méghozzá viszonylag friss hír, hogy az amerikai kongresszus nem fogadta el azt a támogatást, ami Ukrajnának és Izraelnek is ment volna, tehát magyarán a szenátus nem fogadta el, bocsánat, hogy pontosan fogalmazzak, ez egy olyan törvénycsomag volt, ami 60 milliárd dolláros katonai támogatást jelentett volna Ukrajnának, és Izraelnek pedig 14 milliárd dollárt juttatott volna hasonló célokra, ugye ezzel szemben az Európai Unióban már elfogadtak egy támogatást, és körvonalazódik egyébként egy fegyverekkel kapcsolatos támogatás is szintén az Unióból, de kezdjük az amerikaival. Mekkora problémát jelent az Ukrajna számára, hogy ez a eddig Amerikából jövő támogatás konkrétan fegyverre, ez most tovább látszik akadozni? Hát nyilván óriásit, tehát Ukrajna nagyban támaszkodik az amerikai segélyekre. Azt kell látni, hogy ez nem annyira Ukrajna támogatásáról szól ez az amerikai döntés. Itt már az elnök választásra készülnek a pártok, és ez a köztük lévő hát cica harc, mert igazából ezek ilyen esetenként kamu problémák, például, hogy még jobban meg kell erősíteni a déli határkerítést, mert elárasztanak minket a migránsok, és azt tudni kell, hogy az Egyesült Államokból évente kb. 3 millió ember érkezik, vagy 3 millió ember kvázi irregulárisan megérkezik és ott ragad, de közülük majdnem 2 millió ezt tanuló, turista, meg munkavállalási vízummal teszi, tehát úgymond a migránsok döntő többség az nem délfelől érkezik. A demokraták megpróbálták egyébként ezt trükkösen megoldani, ahogy el is hangzott, összekapcsolták az Ukrajnának való támogatást az Izraelnek való támogatással, mert a republikánusok Izraelt bármi áron támogatnák, de most derült ki, hogy bármi áron azért mégsem, mert ugye itt csak úgy lehetett ezt elfogadni, ha megszavazzuk az Ukrajna támogatását. És hogy próbálkoztak a republikánusok szétszedni a csomagot, tehát Izraelt mindenképpen meg akarták szavazni, erre viszont a demokraták mondták azt, hogy bocsi, ez egy csomag. Tehát nagyon szépen látszik, hogy ez igazából nem ennek a két országnak a támogatásáról szól elsősorban, hanem az egy-egyben az amerikai elnök választási kampányra való felkészülés része. Csak hát nyilván ennek egyébként nem csak Ukrajna nem örül, hanem Izraelt is elég kellemetlenül érinti, hiszen neki szüksége lenne elég komoly segítségre, hiszen október 7-e óta lényegében nagyon komoly erőkkel hadat visel. Ezért az a támogatás az Izraelben is be volt tervezve. Nyilván a nagyságrend is jelzi, hogy nem ugyanon arányon rászorultság. Tehát Izrael ezt a gázai konfliktust, ezt amerikai segítség nélkül is kezelni tudja, mert egy nála jóval gyengébb, gerilla hadviselést folytató, hát ugye az arab világ szerint szabadságharcos, a úgynevezett globális nyugat szerint inkább terrorista szervezettel szemben. Ukrajna esetében nagyon más a helyzet, hiszen egy nálánál erősebb, több mint háromszor népesebb, sokkal több haditechnikai eszközzel rendelkező állammal harcol, reguláris háborút vív, aminek sokkal nagyobb a haditechnika igénye, sokkal nagyobb a lőszer igénye, és sajnálatos módon, ukrán szempontból mindenképpen, de egyébként teszem hozzá vélhetőleg orosz szempontból is, legalábbis az érintett családok szerint, sokkal nagyobb az ember áldozat az orosz-ukrán háborúban. És akkor még hát az unió is akadozik, az uniós segítség is akadozik, tehát az Ukrajnának nyilván ez is egy nagyon nagy hátrányt jelent, hogy például a lőszerhiány, hogy volt az a megállapodás, hogy kap 1 millió lőszert, és abból 330 ezer érkezett meg. Közben Joseph Borrell folyamatosan hangsúlyozza, hogy nem állt le az Ukrajna támogatása, hogy mindent elkövetnek, és most van egy olyan ötlet, hogy a harmadik országokba szállított lőszereket is az ukrán katonák kapják meg. Ebbe van realitás, mert hiszen a harmadik országoknak is van szükségük lőszerre. Mindenki trükközik valahogy. Nyilván az európai hadipar felpörgéséhez időre van szükség. Jellemző, hogy Magyarország még az orosz-ukrán háború, mármint a 22-es teljes körű invázió előtt
nagyon komoly lőszergyártó kapacitás kiépítését kezdte meg. Tehát még a konfliktus előtt, azt hiszem 21-ben. Na most 25-26-ban fog felfutni annak a gyárnak a termelése. Tehát az nem úgy van, hogy csettintek kettőt, és puff. Tehát ez speciális gépek kellenek, lőpor kell, egy csomó minden, tehát meg hát források. Hozzá kell tenni, hogy az uniós hadipar ugyan kicsit nehezen eszmélve, de azért egyre jobban felpörög, mindenki berendelt. A gonosz kapitalisták meg úgy működnek, hogy akkor fetszölnek bele komoly forrásokat gyártó kapacitásokba, mondjuk hosszabb időre előre látják, hogy biztos a piac. Na most nagyon sajnálatos módon ez a piac egész biztos, hogy stabil marad. Ha bármilyen formában véget is ér az orosz-ukrán háború, akkor is. Mert hát itt marad nekünk a szomszédban egy hát erős idézőjebb, egy barátságos, más népeket tiszteletben tartó, és minden konfliktus szigorúan békés eszközökkel megoldani kívánó Oroszország, akitől teljes joggal fél az összes szomszédja, pláne azok, akik egyszer akár az orosz birodalomnak, akár a Szovjetuniónak nem teljesen önként részei voltak. Az Egyesült Államok egyébként például úgy támogatja Ukrajnát most, tehát vannak lyukak, vannak jogi kiskapuk a törvényben, Kuwaittól visszavásárolnak, illetve megvásárolnak fegyvert, ugye Kuwait cserébe vesz amerikai fegyvert kicsit kezdvezményesebben, és a régi jugoszláv eredetű M84-eseket éppen Horvátországban újítják fel, megy Ukrajnába. Most éppen azt hiszem ekvádori egyébként Ukrajnából vásárolt légvédelmi rakéta komplexumok fog megvenni Ecuadortól az USA, úgyhogy korszerű fegyvereket ad érte cserébe, és nyilván az USA-nak erre az ukrán technológiára, ex-szovjet ukránták semmi szüksége. Tehát ilyen kiskapukon keresztül az Egyesült Államok továbbra is támogatja Ukrajnát, de nagyon fontos, akkora volumenben nem tudja, mint amilyen volumenben tudná, hogyha végre átmenne ez a törvénycsomag, de nagyon úgy néz ki, hogy a republikánusoknak bármit megér az, hogy visszakerüljenek a Fehérházba, hogy újra az ő kezükben legyen az Egyesült Államok vezetése, és ha ezért be kell áldozni Ukrajnát, mert nyilván Izraelnek ez kellemetlenség, de Izraelnek a biztonságát ez a segélycsomagnak a befagyasztása nem érinti, akkor ezért ők rezenisten arccal be fogják áldozni Ukrajnát. Eddig nagyjából minden elemzés, amit hallottam, azt állította, hogy hát előbb-utóbb meg fognak ebben egyezni, lévén, hogy mind a demokraták, mind a republikánusok egyébként Ukrajna pártján vannak, egyébként az ő szavazóiknak is, akik erről döntenek, az nem rossz, hogyha munkahelyeket teremt a sok fegyvergyártó cégnek. Most megváltozott ez ezzel a döntéssel? Tehát elképzelhetőnek látja tényleg azt, hogy ez elhúzódik év végéig, és ez a mennyiségű fegyver ez nem fog megérkezni, amire nyilván egyébként az ukránok számítottak, hogy előbb-utóbb ez el fog dőlni? Ezt nehéz megmondani, ugye látni kell, hogy egyébként mind a republikánus, meg mind a demokrata párt is rendkívül megosztott. Tehát a két nagy párton belül rengeteg kisebb-nagyobb frakció van, hogy a demokrata balszárny, ugye egy rakás muszlim hátterű hölgyel, azok már flepnis idióták. Nem annyira egyébként, mint a trumpista jobb szárnya a republikánus pártnak. Ugye a trumpisták egyszerűen nem akarják Ukrajnát támogatni. A republikánus többség egyébként szeretné, csak itt a republikánus párton belül is van egy vita. És egyébként visszatérve arra, amit mondott, abszolút igaz. Tehát ezt a 60 milliárd dollárt nem úgy kell elképzelni, hogy ezt így odaadják az ukránoknak. Erről szó nincs. Ezért az amerikai hadipar fegyvert gyárt le. Nagyon sokszor egyébként az amerikai haderő készletéből adnak át fegyvert, amit esetenként 5-10 év múlva amúgy is selejtezni kéne, és vadi újat vesznek, és az újnak az ára kerül bele a büdzsébe. Tehát az amerikaiak ezt úgy oldják meg, hogy nem elsősorban Ukrajnának segítenek, bár Ukrajnának ez a támogatás nagyon fontos, hanem a saját hadiparuknak, és közben a saját haderejük korszerűsítését is megoldják. Ezzel gyakran érvelnek is egyébként pont a demokraták, hogy gyerekek, ezt az utolsó centig itt költjük el az Egyesült Államokba. Ez ki sem megy az országból. De még egyszer elnökválasztás van, és megjósolhatatlanok. Tehát ugye most
Amíg az előválasztások mennek, addig én nem számítanák gyors döntésre, ha csak nem lesz valami nagy baj. Mert nyilván az oroszok valahol rendesen áttörik a frontot, mert az, hogy most már 2 hónapja mindjárt beveszik Avgyívkát, és lehet, hogy 1 hónap múlva tényleg, az nem gyors áttörés. Tehát ha ne adj Isten megrecsen az ukrán front valahol, ennek egyelőre nem látjuk jelét. Zelenszky megoldhatja, lefejezi a hadvezetést, tehát ugye az egy másik kérdés. Akkor lehet, hogy felgyorsul az amerikai támogatás, viszont akkor meg lehet, hogy már késő lesz. Tehát itt azért azt kell látni, hogy ha ne adj Isten, összeomlik az ukrán arcvonal, akkor a fene tudja, hogy hol lehet újra megállítani az orosz erőket. Lehet, hogy akár Kijev is, de például Harkiv egész biztos orosz kézre kerülne, hogyha egy 20-30 kilométeres szakaszon összeomlana az ukrán védelem. De ennek egyelőre nincs jelen, mert borzasztó kemény, többsoros aknamezőkkel, szöges drót akadályokkal, nagyon sok lövészárokkal megerősített beton erődelemekkel megerősített védelmet építettek ki az ukránok. Pont a leghevesebb harcok helyén egyébként 14-15 óta. Tehát lassan 10 éve építik ott a védelmi állásokat. Ezért nem tartom nagyon valószínűleg, hogy az orosz haderő jelentős teret nyerne, de kizárni sem lehet, mert nem látjuk annak a hatását, meg egyre azt se tudjuk, hogy leváltja Zelenszky tényleg Zsaluznit, vele együtt leváltja a Sapályát, ugye a Zsaluzninak a vezérkari főnökét, a Szirszky, a szárazföldi haderőnemnek a vezérkari főnök, az elvállalja a vezetést, vagy tényleg hoz egy 38 éves kölyköt, már bocsánat, aki eddig a katonai hírszerzés érén vitézkedett, hogy majd ő lesz a vezérkari főnök. Na most, aki jó kém, az nem biztos, hogy jó katona. És ugye nem szabad elfelejteni, Zsaluzninak van egy hihetetlenül komoly támogatottsága. A legtöbb közvélemény kutatás szerint messze népszerűbb, mint az elnök. Valószínűleg ez is az egyik oka annak, hogy Zelenszky szeretne tőle megszabadulni. Igen, de ha megszabadul, akkor ebből valóban nagy összeomlás várható. Mindenki ezt jósolja, hogy a katonaságon belül, a hadseregen belül, illetve hát az látszik, hogy teljesen szokatlan módon egy hadseregtől, akiket eddig felkértek, vagy megkerestek, azok nem akarják elvállalni, és marad valóban ez a 38 éves kölyök. Hát megéri ez, vagy miért éri ez meg Zelenszkijnek? Hát értem, hogy politikai különbségek vannak, meg írt csúnya tanulmányokat, most idézőjelben meg cinikusan mondtam a csúnyát tanulmányokat Zelenszky, de hát ez annyira nyilvánvalóan nem az érdeke, hogy ez megtörténjen. Hát ugye itt több probléma. Az egyik valóban az, hogy rendkívül szokatlan módon ugye Zsaluzni írt 2 elemzést nyugatra. És nagyjából mind a kettőben le volt írva az, hogy katonailag ez a háború nem megnyerhető. Ez ugye élesen szembe ment azzal az Zelenszkij kommunikáció, hogy mi mindent visszaszerzünk az összes orosz kivel. Ugye politikailag neki ezt kell mondania. A katona viszont kénytelen a realitásokról beszélni. Valószínűleg ennek az volt az előzménye, hogy nem tudom hányszor megpróbáltál magyarázni az elnöknek, hogy figyelj kisfiam, jóval idősebb. Az a nagy büdös helyzet, hogy egyszerűen többen vannak, nagyon jó védelmi vonalakat építettek ki. Az, ha erőltetjük a támadást, az csak azt jelenti, hogy visszük a katonákat a Vágóhídra. Azt tudom neked garantálni, hogyha ők erőltetik a támadást, akármennyi orosz meg tudunk ölni a jó védelmi vonalainkból, de ugye a támadás az erőforrásokat pocsékol el. Ukrajna szempontjából legfontosabb a humán erőforrás. Hát ugye Oroszország 3,5-szer népesebb Ukrajnánál, egyes adatok szerint 4-szer, meg a fene tudja most például, hogy mennyi ukrán van még Ukrajnában, mert ugye egyes elemzők azt mondják, hogy az eredetileg 42 milliós népességből legalább 10 millió már nincs Ukrajnában, tehát ez igazából 30 millió körülre becsülik most Ukrajna népességét. Ennek a vitának nem lenne szabad kikerülnie. Tehát az egyébként, hogy ugye Zsaluzni ezt 2-szer is megtette, pont azt jelzi, hogy elveszítette a reményt arra, hogy az elnök megérti a katonai realitásokat. És itt van egy nagyon komoly belpolitikai feszültség is, mert például az ukrán jobboldal, az ukrán szélső jobb, a nacionalisták azok, akik már inkább békét kötnének, akár azon az áron is, hogy Ukrajna területeket veszít, mert ők már a nemzethaláltól félnek.
tehát nagyon kevés világviszonylatban és a legalacsonyabbak közé zuhant le az ukrán születésszám. Hát meglepő módon 2 éve háború van, folyamatosan bombázzák az oroszok Ukrajna egész területét. Alig van gyerekvállalás, ugye egy komplett generációnyi férfi stresszelődik, sokkolódik, hal meg, nyomorodik meg a fronton. Ez a aktív korú munkaerő rettenetesen fog hiányozni, egyszer vége lesz ennek a borzalomnak. Az oroszok egyébként pont erre játszanak, mert Oroszország hosszú távra, miután nem sikerült gyorsan rezsimet váltani és kiharapni nagy darabokat Ukrajnából, az oroszok azóta erre hosszú távú stratégiára játszanak. Tehát valahol Zelenszkij kényszerhelyzetben is van a vezérkari főnökével szemben. Viszont itt ugye tényleg az a nagy probléma, hogy egyelőre olybá tűnik, hogy nem jelentkeznek két kézzel azok a katonák, akik tudnák az ukrán haderőt vezetni. 2 okból egy, Zsaluznyinak óriási tekintélye van, meg a legtöbb aktív katona úgy gondolja, hogy ha Ukrajnának bármi esélye van győzni, vagy egyáltalán kitartani, az hozzá köthető. 2, és ez legalább olyan fontos. Ha elcsapják Zsaluznyit, én fogom vezetni a haderőt, akkor bármilyen nagy pofonba belefutunk, amit ugye Zsaluznyi alatt nem történt meg. Hát Zsaluznyi a hős. Ugye megmentette Ukrajnát 22-ben, a gyors orosz hódítástól, az ő irányításával sikerült komoly területeket visszafoglalni, hogy a 22. szeptemberében Harkivnál, 22. október-novembere folyamán az úgynevezett Herszoni hídfő, tehát az oroszokat sikerült a Dnyeper nyugati partjáról kiszorítani. És nyilván a tavaszi támadás, ami igazából tavaly nyáron volt, az nem volt nagy siker, de ugye Zsaluznyi előre jelezte is, meg utána is mondta, hogy felfokozottak voltak az elvárások, tehát ő már előtte is jelezte, hogy nem biztos, sőt, nyilván ez kicsit defetizmus, de a rendelkezésre álló erőkkel, eszközökkel figyelembe véve az orosz képességeket nem tudja garantálni a győzelmet. Tehát Zsaluznyi katonaként nem vallott kudarcot. Az utód kap egy olyan tisztikart, aki nem biztos, hogy bízik benne, meg kap egy óriási felelősséget. Maga Zelenszkij is egyébként, mert hogyha elcsapja Zsaluznyit, meg egy csomó hozzáhű tábornokot, végrehajt egy fiatalítást, ami néha jó, néha nem. Tehát azért Bonaparte, Napóleon, a kreatíve ritkán születnek, akik meg Nagy Sándorok, akik 20-30 évesek, hadseregeket vezetnek, ez egy szakma. Ebbe bele kell öregedni. Tehát azért nem véletlen, hogy az orosz oldalon, vagy az amerikaiaknál, vagy a briteknél, a franciáknál, azoknál a haderőknél, amiket rendszeresen használnak, azért egy hadszintér parancsnok azon 50 év körül kerül oda. Hát meg kell tanulni a szakma minden csínyát, bínyát. Nem szabad menet közben hibázni. Itt is van egy természetes kiválasztódás, aki nagyot hibázik, nem lép előre. Tehát ez egy borzasztó nehéz döntés. Nem véletlen, hogy még mindig nem merte meglépni, és az sem véletlen egyébként, hogy Victoria Nuland, aki ugye az Európa és azon belül is különösen a kelet-európai ügyekért felelős külügyminiszter helyettes, az elment Kijevbe, és fogalmunk nincs, miről beszél, de állítólag leültette egymással szemben Zelenszkijt, meg Zsaluznyit, de hogy külön-külön beszélt velük, az egész biztos. Nem, abszolút annyit tudunk, hogy ott volt, meg nyilatkozott. Tehát nyilván amerikai oldalról is komolyan aggódnak, és visszautalva erre a 60 milliárdos támogatásra, ugye lehet azért is csúszott ki a dolog, mert Amerikában meg most azt mondják, hogy kivárunk, mert hogyha ezek összeomlanak, akkor nem égetünk el még 60 milliárdot. Tehát várjuk meg, hogy mi van. Ami ukrán szempontból létező legrosszabb forgatókönyv, Moszkvában meg ez közben így dörzsölik a kezüket, hogy hát a jó Istennek végre valami pozitív hír 2 év után. Feloldható-e bárhogyan ez az ellentmondás a katonai realitás meg a politikai elvárások között? Az ukrán politika 2 éve mondja azt a fiainak, hogy nem csak azért harcolunk, hogy megvédjünk mindent, hanem hogy visszaszerezzük a Krímet is. A nyugat is tulajdonképpen arra adja a támogatást, hogy ne lehessen háborúval, katonákkal elcsatolni részeket országoktól. Ne legyen erre precedens. Miközben, hát szerintem én egy éve nem hallottam nem politikust erről úgy beszélni, hogy realitásként mondta volna azt, hogy itt mindent vissza lehet szerezni.
Hát igen, ez nagyon nehéz. Hozzá kell tenni, hogy az elmúlt időszakban azért már jutottunk oda, hogy már a lengyelek is azt mondták, hogy pedig hát ugye a lengyelek legendásan nagyon nem szeretik az oroszokat, hogy hát lehet a Krímet minimum, meg Donbaszt. Tehát, hogyha esetleg vissza is az a mondjuk 22-es helyzetig, az is irreálisnak tűnik jelenleg sajnos. Tehát a jelenlegi legvalószínűbb realitás az, hogy a jelenlegi vonalak mentén állhat meg a dolog, és valószínűleg az lesz egy ilyen de facto határ, és ehhez csendben hozzá kell tennem, ha az oroszok tényleg békét akarnak, de az oroszok nem akarnak békét. Miért is akarnának? Tehát az oroszok ráérnek, eleve jön az elnökválasztás, ami hát jó választás. Oroszország meg a választás, az két olyan szó, amit igazából nem érdemes együtt emlegetni. Putyin nagyjából a legtöbb szakértő azt mondja, hogy 80%-kal fogják újra választani, az az elvárás, és ez az elvárás teljesülni fog. Tehát nincs igazi tétje a választásnak. Oroszországnak ugyanis, hát mindig elmondják a fő cél a nácitlanítás, meg tehát orbitális hülyeségeket kamuznak össze-vissza. Ukrajnában jóval kevesebb náci van, mint Oroszországban. Hát, javaslom mindenkinek, keressen rá Dmitri Utkira, aki a Wagner csoportnak a katonai parancsnoka volt. Rengeteg félmeztelen képet fog találni az úriemberről. Tele van SS rúnákkal, meg horogkereszttel egy orosz. Csendben teszem hozzá. Tehát, hogy nem, itt arról van szó, sokkal fontosabb benne, hogy Oroszország nem akarja, inkább megsemmisíti, felperzseli Ukrajnát, de semmiképpen nem akarja, hogy a nyugathoz, a NATO-hoz, meg az EU-hoz közelebb kerüljön. Ezt a legegyszerűbb úgy megakadályozni, a Ukrajnát konfliktusban tartom. Nem biztos, hogy nagy háborúban, sokkal egyszerűbb ilyen alacsony intenzitású konfliktus, ami van például Dél-Osszétiában, meg Abháziában, ilyen de facto ural területek. Ukrajna nem tud lemondani róluk, mert aki ezt aláírja, az politikai öngyilkosságot követ el, vagy a Transznisztria köztársaság. Moszkvának ez teljesen jó. Tehát Oroszország, bárki bármit is mond, elemi érdeke nem békét kötni, mert a nagy stratégiai célját, hogy Ukrajna ne tudja neonátó tag lenni, ezzel tudja elérni. És nem mellesleg, ezzel üzen az összes többi még az orosz érdekszférában lévő vazallus államnak, közép-ázsiaiaknak, a kaukázusiaknak, belorusznak, hogy ide figyelj, kisfiam, ha te megpróbálsz ahhoz a csúnya, hanyatló nyugathoz közeledni, téged is szétcseszlek. Tehát Oroszország ezzel Ukrajnával példást tatuál a többi még az orosz érdekszférában tartozó országnak. És ez legalább olyan fontos, mint maga Ukrajna. Akkor, ha ezt most mind lefordítjuk, amit elmondott, az azt jelenti, hogy Oroszország szankciók ide vagy oda, építhet arra nyugodtan, hogy Amerikában is elnökválasztás lesz, az Unió is előbb-utóbb ki fog fogyni a lendület, vagy legalábbis az anyagi források, tehát tulajdonképpen ez bármeddig el tudja húzni, és az idők végezetéig maradhat egy ilyen álló háborúszerűség, mint ami egyébként volt a 2022 előtt is, 2015. Igen, a legtöbb szakértő azt mondja, hogy a legvalószínűbb forgatókönyv, hogy visszamegyünk a 15-től, ugye 14-15-ben a Krím elszakítása, a Donbasz kelet-Ukrajna elszakítása, idején a magas intenzitású harcok voltak az úgynevezett kicsi zöld emberkék, komplett orosz dandárok, hadosztályok voltak önkéntesként, ugye ott a fronton, meg az ukrán haderő között, ez ugye 15 második végére nagyjából elhalt. Mármint elcsendesedett, és onnantól között az, hogy mesterlövészek, néha kis tüzérség, néha kis aknavetőzés, tehát nem naponta százak haltak meg, mint most sajnos, hanem napi egy-kettő. Tehát egy ilyen alacsony intenzitású konfliktusba hűl vissza a dolog, amiben sajnos az a probléma, hogy Moszkva a legtöbb elemző azt mondja, oké, most lesz bármilyen megegyezés, az oroszok azonnal elkezdenek felkészülni. Ugye elégette, elpocsékolta Oroszország a haditechnikai eszközei többségét. Tehát most már csúcson pörög az orosz harckocsi gyártás, majd 400 harckocsit tudtak legyártani tavaly, ami óriási mennyiség, ha belegondolunk, hogy Németország esetén ez 100 volt. Tehát valóban nagyon komoly teljesítmény, de kb. 1200-1300-at veszítettek.
Tehát most már ilyen 40-50-60 éves ócskavasakat is hoznak elő néha a raktárból. Nyilván az új gyártás vetik be a legfontosabb helyeken. Tehát Oroszország, ha lesz bármilyen megállapodás, ezt arra fogja felhasználni, hogy újra felkészül. Tehát Oroszország itt még nem fejezte be, csak most már azért kicsit ő is belefáradt. Aki figyelte azért a híreket, tüntetnek a katonafeleségek, katonanyák, a 2020. szeptember-októberi úgynevezett részleges mozgósításnak a 3000 fős állomány, akiknek azt mondták, hogy 6-8 hónap, azok még mindig a fronton vannak, legalábbis azok a bal szerencsésebbek, vagy szerencsések inkább, akik nem haltak meg, meg nem sebesültek meg. És az annak fényében különösen borzasztó, hogy a börtönökből kiengedettek többségét 6 hónap után, még ha rablógyilkos is volt, meg kanibál, olyan is volt, elengedték. Most már ugye érzi az orosz vezetés is ennek a visszásságát, hogy most már az van, hogy oké, kihetsz a börtönből, de amíg tart a háború, addig a fronton leszel. És nyilván egyébként ezeket az úgynevezett büntető zászlóaljakat, ami az orosz haderőben, ugye orosz-szovjet haderőben nagyon komoly hagyományai vannak, a legveszélyesebb helyeken vették be. De Oroszország ráér. Bőven ráér. Az egyébként, hogy az orosz nép szenved, meg rosszabbul él, az a vezetés soha nem érdekelte. Tehát az orosz lakosság, ne úgy tessék elképzelni az orosz lakosságot, mint itt az európai, pláne a nyugat-európai, hogy bármiért az utcára megy tüntetni. Az orosz népből ezt már rég kinevelték a cárok, meg Sztálin, meg maga Putyin is. Az orosz lakosság az csendben tűr, ráadásul nem is annyira őt érinti ez a háború, mint a kisebbségeket. Tehát az első hullámba, golyófogóba a kaukázusiak mennek, a kelet-ázsiak, meg a közép-ázsiaiak. Tehát amíg az orosz nagyvárosokban nem indul be a tömeges mozgósítás, sose fog, addig Putyin hatalma stabil marad, gazdaságilag kicsit meggyengül, de Oroszország ráér. Egy valami van, amire Moszkvának figyelni kell, hogy közben Kína azért szépen elgyalogol mellette is. De hát most már leginkább csak mellette, mert az utóbbi egy-két évben nem közeledett az amerikai meg a kínai gazdasági teljesítmény. Mert tehát Kínának is megvannak a saját belső problémái. Ugye az Európai Unióban most megszavazták ezt a 4 évre 50 milliárdos támogatást, amiből hát egyrészt az is következik, hogy az európai vezetők is hosszú háborúra készülnek, de hogy itt azért föl kell vetni azt a kérdést, hogy tulajdonképpen mire adjuk ezt a forrást, arra adjuk, hogy Ukrajna ne essen szét, és egyáltalán esélye legyen arra, hogy kifizeti egyrészt a nyugdíjakat, másrészt pedig más forrásokat hozzátéve lesz annyi fegyvere és lőszere, hogy nem esik össze a védelme, és egyáltalán el tud jutni ahhoz, hogy mondjuk jövőre az intenzitása csökkenjen a konfliktusnak úgy, hogy nagyjából ott tartunk, ahol most. Mert azért erről egyrészt nehéz meggyőzni az európai szavazókat, hogy ez elég, másrészt pedig azért csak fel kell tenni azt a kérdést is, hogy tudnánk-e többet adni, akarunk-e, miért nem akarunk, miért elég az nekünk, hogy Ukrajna nem esik szét, de Oroszország azért csak elviszi ezeket a területeket, és nem adja vissza. Ukrajna meg nem lesz a NATO, meg az Európai Unió tagja. Hát ugye itt kezdjük a legvégével, hogy Oroszországgal nagyon nehéz bánni, mert van 6000 atomtöltete. Tehát, hogy nyilván, ha Moszkva csak hagyományos haderővel rendelkezne, akkor egész más, hogy lehetne vele viselkedni, de ugye maguk az oroszok, hát a orosz felső vezetésnek az ügyeletes rossz rendőre Medvegyev volt elnök, volt miniszterelnök, aki orbitális hülyeségeket tud bármikor mondani. Nem magától ennyire ostoba, neki az a dolga, hogy folyamatosan fenyegetőzön, tehát az legalább hetente kétszer-háromszor nukleáris világ végével riogat mindenkit. Ugye önmagában ez is mutatja, hogy mekkora bajban van Oroszország, mert ha jól mennének a dolgok, és minden patent lenne, akkor nem kéne atomkarddal folyamatosan, atomszekercével hadonászni, hogy már pedig szétatomoznak. Tehát ez nyilván jelző, hogy Oroszországon belül is komoly gondok vannak, de egészen egyszerűen nagyon más viselkedni vele. Ugye szokták mondani, hogy atomhatalom nem veszíthet háborút, de hogy nem, hát az amerikaiak kivonultak Irakból és meg Afganisztánból, és nekik is van 5500.
Tehát a két ország majdnem paritásban van nukleáris fegyverek tekintetében. Oroszoknak némileg több van, az amerikaiak kicsit nagyobb robbanó erők, tehát nagyjából egyforma a két képesség. Ugye itt inkább arról van szó, hogy az Egyesült Államok sokkal kiszámíthatóbb. Ilyen gonosz kapitalisták, hanyatló nyugatiak, tehát ha nem éri meg, ha többet veszítünk, mint nyerünk, akkor egy idő után abba hagyjuk. Ugye Oroszország nagyon más. Ugye az amerikai, mindenkori amerikai vezetés elnök adminisztráció fölött ott lebeg a következő választás veszélye, amikor simán elcsapják őket, hogyha nem úgy teljesítenek. Putyin valószínűleg haláláig orosz elnök lesz. Tehát 99 decemberre óta megbízott elnök, tehát lassan most már negyedszázados jubileumát fogja ünnepelni. Jó, hát papíron 4 évig nem ő volt az elnök, de hát akkor is. Tehát ő önmegvalósít. Bárkit eltipor. És ugye nagyon fontos, hogy nincs belső ellenzék. Aki van, az kiesik az ablakon, novicsokos teát iszik, estében még Tarkó lövi magát polóniumos lőszerrel, és mindenki bólogat, hogy öngyilkosság történt. Tehát Oroszországban nincs kontroll. Oroszországban van egy vezér, a vezérnek a haveri köre, a politikai elit, a gazdasági elit, és amíg ez a blokk összezár, addig bármit meg lehet csinálni. És ugye ez egy óriási kockázati tényező, ezért Oroszországgal sokkal nehezebb bánni, sokkal nehezebb kiszámítani, hogy mit fog csinálni. Ugye vannak azért ebben a rendszerben is problémák, lásd a Prigozsin-féle pucs, tehát azért nem mindenki elégedett a belső körből sem, de pont a Prigozsin pucsnak a leverése meg, ami Prigozsinnal utána történt, mutatta, hogy a vezér azért még uralja ezt a történetet. Tehát Oroszország ilyen. Pont az ilyen volt, amiatt viszont nagyon nehéz vele tartósan bármilyen, és nem megállapod, nem szabad elfeledkezni arról, hogy nem tudom hány, közel tucatnyi szerződést írt alá Moszkva, hogy tiszteletben tartom Ukrajnát. Adja Ukrajna oda nekem az atomfegyvereit, meg a nukleáris hordozóra, tiszteletben. Bérelhessem Szevasztopolt, nem fogom bántani. Pont itt Budapesten 94-ben ugye elköttettek egy szerződést, amiben már az atomfegyvereké cserébe orosz. Tehát Oroszország bármit ígér, azt így nyugodtan el lehet tépni. Mert ha érdekei megkívánják, nyíltan szembe fog menni. Nyilván az USA is csinálja ezt, csak ő nem feltétlenül a katonai erővel. Oroszországnak olyan kulturális befolyása, mint a nyugatnak nincs. Hát ha megnézzük a világ elit egyetemeit, hát nem oroszok. Megnézzük a világ legjobb kutatóközpontjait, azok se oroszok. Megnézzük, hogy milyen filmeket néz a világ népessége, még Kínában, mindenhol a hanyatló nyugatot nézik. Csúnya, gonosz Hollywoodot, ami egyébként a soft powernek, az agymosásnak az egyik leghatékonyabb módszere. Tehát a nyugatnak van rengeteg pénze, csak az USA-nak 24 ezer milliárd dolláros a gazdasága, Oroszországnak 4 ezer. Ha globális nyugatot nézzük, az egyben majdnem 60 ezer milliárd dollár. Kínának is van 25 ezer, de neki nincs olyan szövetségi rendszere, mint az USA-nak. Tehát egészen egyszerűen Oroszországot nem lehet a falhoz szorítani, meg lennének a nyugatnak hozzá az erői meg képességei, csak ha Oroszországot egy olyan pozícióba szorítjuk vissza, hogy nem tud hova hátrálni, akkor Putyin biztos rátenyerel a piros gombra. De legalábbis ezzel fenyegetőzik, és ne tudjuk meg, hogy hajlandó-e megtenni. Tehát addig ne jussunk el, hogy Putyin ott ül, hogy most akkor atomcsapás, vagy nem atomcsapás, és ezért nagyon nehéz eldönteni, hogy meddig támogathatjuk Ukrajnát. A másik, ami valóban sajnos megjelenik, az az úgynevezett Ukrajna fáradtság, hogy most már több mint lassan 2 éve zajlik ez a háború, hogy sajnos mindjárt a 2 éves évforduló. Meddig fog tartani? Hát ugye a gazdák tüntetnek, a migránsok jönnek, szélső jobb erősödik, klímaváltozás van. Tehát ezzel is egy problémával kell az egyes európai országoknak is megküzdeni, meg az Európai Uniónak önmagában. És az Egyesült Államokban meg 11 óta mindenki mondogatja, és ez a realitás, hogy a fő kihívó, a fő ellenség az Kína. Tehát, hogy ezt az orosz dolgot valahogy meg kéne oldani. Ugye azt is látni kell, hogy amit a nyugat akart, azt azért részben elérte, mert nyilván Oroszország meldöngetve fogja mondani, hogy mennyi területet elfoglaltam,
de az írni, olvasni és nyugati nyelven beszélni, hogy tudó férfi lakosság döntő többsége már dobbantott az országból. Tehát tudósok, mérnökök, orvosok, kutatók, informatikusok, ugye erre egy modern államnak semmi szüksége, pláne Oroszországnak. Tehát az orosz értelmiség kiáramlása az, ami elképesztő. Hosszú távon, és ráadásul orosz tudósokat, orosz kutatókat semmilyen nemzetközi konferenciára nem hívnak meg nyugatra, kínaiakat igen, Kínába, Brazíliába, meg ide-oda, amoda, igen, de hát azért, ha belegondolunk, csak a COVID-védőoltásokra, azért a forradalmi áttörések azok nem keleten keletkeztek. Tehát a tudományos technológia forradalmat meg mindig nyugaton álmodják meg, csak keleten gyártják le. Oroszország sehol nem jelenik meg ebben a képletben. Tehát Oroszország meggyengült. Ezt elértük, meg egyébként azt is elérte egy kicsit a nyugat, hogy így lassan két év után, hogy az összes többi agresszor állam látja, hogy nagyon komoly erőforrásokat kell beletenni. Jó, lehet, hogy Kínának megér 200 000 halottat, hogy elfoglalja Tajvant. De az biztos nem fogja megérni neki, hogy mit tudom én, legalább két évig nem fognak nyugaton nagy mennyiségbe kínai árut venni, mert ez az ő prémium piaca. Hogy az oroszoknak a alacsony feldolgozottságú exportcikkei, mert hát igazából a fegyveren kívül Oroszország leginkább csak nyersanyagokat, kőolajat, földgázt, aranyat, ezüstöt, platinát, ritka földfémeket, gabonát, stb. Exportál. Tehát azért az orosz gazdaság az nem a félvezetőgyártásról, nem az autógyártásáról híres. Kínánál sokkal jobban meg van kötve a világpiacra, és nagyon fontos, hogy Kínának a legmagasabb értékű termékeit nem Afrikában veszik meg. Hát azokkal árasztja el Európát. Most itt, tehát az üzenet azért nagyon sok mindenkinek átment. De az ukránokkal is kell kezdeni valamit. És ugye itt már nyugaton is van egy olyan vita is, hogy oké, a jelenlegi nemzetközi rendet nem kéne megborítani. De fair-e, tisztességes-e az ukránokkal szemben az, hogy velük vívatjuk meg ezt a háborút, és ők halnak halomra. Tehát nem csak elvi okokból van nagyon komoly vita fölött, hogy meddig támogassuk Ukrajnát, és hogy meddig támogassuk azt, hogy Ukrajna a végletekig akarja vívni egy háborút, hanem praktikus okokból is, hogy tényleg fel akarjuk-e áldozni egész Ukrajnát. De ez a vita, még egyszer mondom, abszolút akadémikus, mert amíg Putyin nem akar békét, és az előbb elmondtam, hogy ő rettenetesen nem akar, addig nem lesz béke. És pont ez a kérdésem, hogy mi az, ami rá tudja venni, hogy akarjon békét, vagy egyáltalán mi a kimenetele egy olyan háborúnak, ahol az egyik fél ráér bármi áron, akkor is, hogyha közben összeomlik az ország, a másik fél ugyan hatékonyan védekezik, de hát a forrásai apadóban vannak, nem valószínű, azt azért szakértők is mondják, hogy a közeli jövőben egy ellentámadást tud indítani, és ha indít, akkor is hát erről beszélünk, hogy katonai értelemben nem reális. Mi az, ami véget tud vetni ennek az egész helyzetnek? Hát ezt nagyon nehéz megmondani, ugye még az sem biztos, hogy egy rezsimcsere megoldaná ezt, ami nem túl valószínű. Tehát ugye azt kell látni, hogyha bármi történne Putyinnal, mégiscsak 71 éves már ő is, akkor ki a fene jönne utána? Valószínűleg a belső körből jönne valaki. Nem lenne egyszerű, tehát nagyon komoly hatalmi harcok lennének, mert nincs kijelölt utód. Ugye az autoriter vezetőknél az a legkomolyabb probléma, hogy bárki, aki hatalmi központnak tűnik, az veszélyes. Ugye Putyin is a legszűkebb bizalmi köréből is 8-10-15 évente kirúgja az embereket, nehogy már megerősödjön. Tehát nincs kijelölt utód, de akik számba jöhetnek, akiket a nyugati, ugye nagyon fontos nem látni bele az orosz vezetésbe, akiket a nyugati elemzők képesnek, alkalmasnak látnak arra, hogy elvezessék Oroszországot, meg nyilatkozataik, meg viselkedésük alapján mondjuk úgy bennük is megvan az igény erre. Természetesen a többségük végletekig lojális Putyinhoz, tehát esetleg ha a gazdával történik valami, egyikük sem tételezhető fel, hogy hirtelen majd kivonul Ukrajnából. Tehát az körülbelül Navalnyi, de hát ő valószínűleg nem fog élve kijönni a börtönből. Tehát az, hogy ő valahogy Oroszországban még szabad lábon politizálhat, az majdhogy nem nulla valószínűségű. Tehát Oroszország legráér. Tehát őt semmi nem hajtja. Béke
biztos, hogy nem lesz. Tehát olyan béke, amiben Oroszország meg Ukrajna leülnek, és mondjuk nyugati garanciával újravonalozzák a térképet. Ez azért nem valószínű, a nyugaton is óriási problémákat váltanak ki, mert akkor rögtön jelentkeznek Irán, hogy nekem kéne a síta lakta része Iraknak, pláne az olaj is ott van délen, vagy mondjuk Kína rögtön mondaná, hogy Tajvan, és akkor még ugye már Venezuela, ami félig meddig összeomlott, is bejelentkezett az egyik szomszédja területének a felére, tehát hogy ez messzeható hullámokat vetne a nemzetközi rendszerben. És sokkal valószínűbb, hogy ilyen befagyott frontvonal lesz, de facto terület lesz, arra most beszélve, hogy menne át az ENSZ-en ez. Tehát nyilván Oroszországnak el kellene ismertetni a hódításait. Ami körülbelül azt jelenti, hogy a nemzetközi közösség legtöbb országának ezt valamilyen formában tudomásul kell venni. Na most akkor nézzük meg a finneket, a baltiakat, meg a lengyeleket. Meg akár a románokat is, meg a moldávokat is, hogy hát egy koron azért kisebb-nagyobb részben ezek orosz birodalom részei voltak, és ebből azért nagyon komoly, és hát ha finoman fogalmazok, nem feltétlenül pozitív történelmi emlékekkel rendelkeznek. Kína, ami papíron a nemzetközi határok megváltoztathatatlanságával küzd, hogy fogja elismerni ezt? A nyugat, britek, franciák, amerikaiak, ha elismerik, akkor saját magukat köpik arcon. Tehát, hogy egészen egyszerűen nem lehet az orosz hódításokat nemzetközi jogilag elismerni. Lehet, hogy de facto a terület Oroszországhoz fog létezni. Kialakulhat egy olyan helyzet, ami Izraelben van, hogy ugye papíron ugye Izrael uralja Cisziordániát is, vagy ugye a nyugati partot, meg hát ugye most már lassan megint Gázát is, valójában viszont az iszlám világ többsége azt fogja mondani, hogy deoccupied West Bank, vagy amit hallottam nagyon sokszor például Jordán doktorandusztól, vagy libanoni ismerősöktől, hogy az egykori megszállt Palesztina, tehát Izrael nevét kiejteni sem hajlandók, tehát valami ilyesmi lesz ott is, hogy hát Oroszország törvényes határ, hogy ezek meg az orosz hódítások. Tehát, hogy én nem látom azt, hogy leülnek, lesz egy nagy békekonferencia, újrajzolják a határokat, megveregetik egymás vállát, és minden olyan lesz, nem mint 22 előtt, hanem mint 14 előtt. Tehát Oroszország azzal, hogy nyílt agressziót követett el, imára egyébként sokat jár a 22-ben, az egy kicsit beáraszta magát nyugaton. Tehát Oroszország, Mordor, a Kremlve, ott van Sauron tornya. Tehát ez az aktualitás, és nyilván kell az olcsó orosz energia, de nem bármi áron, hiszen Európa döntő többsége le tudott válni az orosz energiából. Nyilván nem olcsón, de nagyjából működik a dolog, sőt, megint esik a kőolaj és a földgáz világpiaci ára. Tehát lesz valamiféle együttműködés hosszú távon, de rövid távon ennek esélyét nem láttam, és ami nagyon-nagyon fontos, olyan, mint mondjuk volt az orosz és a nyugati viszony mondjuk 91-től 14-ig, olyan soha többet nem lesz a mi életünkben. Azon gondolkodtam csak most, hogy onnantól fogva, hogy az orosz elnök úgy döntött, hogy bevonulnak Ukrajnába, és onnantól fogva, hogy megszületett az a döntés nyugaton, hogy Ukrajnát meg kell támogatni azért, hogy ne essen szét. Onnantól, hogyha nem kalkulálunk bele valamilyen nem látható katonai hibát, ami miatt az egyik fél áttör valamiért nagyon, mintha most azt érezném, hogy úgy ez a verzió volt így az egyetlen, ahova ez a dolog kifuthatott. Hát nagyjából ez a realitás, igen. Ugye azt kell látni, hogy az oroszok a háború elején rengeteget hibáztak. Alulbecsülték az ukrán ellenállást, túlbecsülték azt, hogy mennyi ukrán tábornokot meg tisztviselőt sikerült korrumpálni, nem gondolták, hogy a nyugat egyáltalán támogatja Ukrajnát, hogy ilyen volumenben meg, de pláne nem. A katonai vezetés is rengeteg hibákat követett el, hogy például a háború elején annyira bíztak a sikerbe, hogy nem volt csapat légvédelem. Tehát mentek a páncélos oszlopok, és nem voltak légvédelmi eszközeik. Ugye, aki emlékszik rá, tele volt az internet bajraktaros videókkal, hogy az ukrán drónok így sorra pukkantották meg az orosz haditechnikát. Sajnálatos módon az oroszok is tanulnak. Kicsit nehezebben, mint az ukránok, ugye nekik nagyon muszáj volt gyorsan, de most már az orosz hadvezetésben is nagyon sok tehetséges
fiatalabb tiszt van. Ez egyfajta, borzasztó hangzik, amit mondok, természetes kiválasztódás. Tehát a tehetséges, aki folyamatosan lopott mobilon telefonált, azt az ukrán tüzérség megtalálta. Aki nagyon komoly hibákat vétett, azt az orosz hadvezetés váltotta le, vagy a saját katonái ölték, meg erre is volt nem egyszer példa. Tehát most már a hadszintéri parancsnokok jelentős része ért hozzá. És most már azt is mind a két oldal, egyébként mindenki tudja, hogy fölösleges kockázatot, ha nem muszáj, nem vállalunk. Tehát nagyon nehezen lehet megmozdítani ezt az arcvonalat, abba kell belegondolni, hogy kilométerenként mind a két oldalon tucatnyi drón lebeg egyfolytában a lebegőben. Tehát két katona nem mehet ki a lövészárukból pisilni, hogy arról a másik oldalról ne tudjanak. Egy nagyobb támadás megindításához ugye több száz nehéz technikai eszköznek kell megindulni. Tele van az internet azokkal a videókkal, hogy oroszok megindulnak, az ukránok meg szétdrónozzák őket, de fordítva is. Tehát most már az oroszok is nagyon komoly drón haderőt fejlesztettek ki. Bizonyos területeken az övék még jobbak is, mint az ukránok. Sőt, jobbak, mint a nyugatiak. Ugye háborúban sajnos sokkal jobban felgyorsul a haditechnikai fejlesztés. Ez volt a kifutás. Tehát nagyon sokan, egyébként köztük én is, már a tavalyi év elején mondtuk, hogy az idei évben nem lesznek nagy mozgás. Mármint a tavaly évben, tehát az elmúlt évben nem lesznek igazán nagy mozgások, és valóban pár száz négyzetkilométer cserélt gazdát, úgy, hogy mondjuk a 22-es évben több száz négyzetkilométerről beszéltünk. Másfél évvel ezelőtt még sokkal optimistábbak voltunk nyilvánvalóan, és akkor arról beszéltek elemzők, hogy majd véget ér ez a háború, és akkor majd megindul az újjáépítés nyilván uniós segítséggel Ukrajnában, és Ukrajna majd egy európai, kelet-európai középhatalommá válik. Hát eznek most nincsen túl sok realitása. Minek van? Mi várható? Mi lesz Ukrajnával? Valamilyen szinten egyébként az újjáépítés megindult. Nagyon sok nyugati hadipari cég települt be Ukrajnába egyébként. Ukrajnának a nyugati fele az elkezdett fejlődni. Nagyon komoly kapacitások állnak készenlétben, és nagyon komoly pénz áll készenlétben, hogy a vita meg a szervezés azon zajlik, hogy azt a több száz milliárd dolláros einstandolt orosz vagyont, az hogy lehetne Ukrajnába beforgatni. Itt azt kell látni, hogy annyira nem készültek fel az oroszok a nyugati reakciókra, hogy azt hiszem 300-350 milliárd dollárnyi orosz pénzügyi forrásokat fagyasztottak be a nagy nyugati bankházak, beleértve a svájciakat is. Ez egy potenciális lehetőség Ukrajna újjáépítésére, óriási üzlet, tehát mindenki ugrásra készen áll. Most nyilvánvaló módon mindenki abban az arányban fog ebben részt venni, amilyen arányban támogatta Ukrajnát, vagy amilyen viszonya van Ukrajnával. Tehát én mondjuk a magyar cégek helyében nem reménykednék abban, hogy komoly szeletet kapunk az ukrajnai újjáépítésben. Eleme például a szlovákokat, már Fico ezt még elcseszheti, de a lengyeleket meg a cseheket biztos nagy szeretettel látják, meg a baltiakat is. Ugye itt azt kell látni, hogy valóban amíg zajlik a háború intenzív szakasza, nem lesz jelentős beruházás. Az idei év sajnos még ennek tekinthető, úgyhogy ez egy komoly dolog. Az Ukrajna megerősödése egyébként valamilyen szinten megtörtént, abból a szempontból, hogy most Európában Ukrajnának van a legharcedzettebb hadereje. Az orosz mellett után, ezt a fene se tudja, nagyon jól felszerelt, hihetetlen tapasztalatokkal rendelkező, még mindig nagyon motivált. Ezt a politika meg nyilván még pár év háború tudná lerontani, de ha egyszer béke lesz, akkor Ukrajnának egy regionálisan rendkívül erős haderje lesz. Nem olyan erős, mint a lengyel, mert a lengyelek valami elképesztő fegyverkezésbe kezdtek, de messze erősebb lesz a szlováknál, a csehnél, a magyarnál, meg a románnál is. Tehát ha megmarad Ukrajna, nyilván Oroszország nem feltétlenül ebben érdekel, de az legtöbb elemző azt mondja, hogy nem tudja megoldani, hogy valamilyen Ukrajna nem maradjon meg, akkor a megmaradt Ukrajnába lehet, hogy csak jövőre,
lehet, hogy csak 2 év múlva, de elkezd hömpögni a nyugati pénz, már csak azért is, mert a nyugat ezt az Ukrajnát Lengyelországgal, meg a Baltikummal, meg a finnekkel, meg a románokkal együtt úgy fogja használni, mint egy pajzsot az oroszokkal szemben. Van még egy percnyi időnk, elhangzott itt korábban, hogy Oroszország nem fog megállni, meg az is, hogy a európai országok fegyverkeznek, nyilván nem fogják az összeset Ukrajnának adni, amit a következő években majd legyártanak, éppen bővülni látszik a NATO. Lehet az, hogy ebből az egész történetből az fog majd kifutni, hogy aki benne van a NATO-ban, az még nagyobb biztonságban lesz, mint korábban volt, aki pedig nincs benne, az meg majd reménykedik, és akkor lehet, hogy 6 év múlva Oroszország besétál Belarusba, és akkor mi meg majd kirakunk ilyen zászlós profilképeket, de mi legalább nyugodtan alhatunk. Az a földrajzi helyzettől is függ. Tehát nyilván Oroszország szomszédjának lenni megfelelő védelem nélkül nem nyerő. Tehát a finnek meg a svédek ezt nagyon gyorsan levonták ezt a következtetést, pár héttel az agresszió megindítása után már jelezték csatlakozási szándékukat, de mondjuk az osztrákok, svédek, osztrákok, svájciak, finnek esetén ez nem probléma. Tehát az az adott ország földrajzi helyzetétől is függ, de valóban a nemzetközi szervezeteknek az egyik legfontosabb tulajdonsága, ha normálisan működnek, tehát, és többé-kevésbé az országok maguktól lépnek be, hogy jó bennük lenni. Ugye közösen erősebbek vagyunk. Ez nem csak a NATO-ra vonatkozik, ez az Európai Unióra vonatkozik. Közösen a gazdaságunk is stabilabb. Tehát akik például az eurozónán belül voltak, ott az mindenhol volt infláció, de az eurozóna országaiban sokkal kisebb. Tehát a nemzetközi szervezetek teljes spektrumban védenek. Tehát nem csak katonailag, politikailag, gazdaságilag, számos más szempontból. Kajzer Ferenc biztonságpolitikai szakértő, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem docens. Nagyon szépen köszönjük, hogy itt volt. Köszönöm a lehetőséget.